Nem fogunk beoltatni magunkat semmilyen áron sem. Ha akarjuk, akkor úgy is rá fogjuk kapni, maszkon keresztül is, de nem. Szedünk C-vitaminokat, inkább több vitamint fogunk kenni, de akkor sem fogjuk beoltatni magunkat. Jövő héten már tudok is menni a 8 kerületibe, nagyon sok ember meghal. Igaz, hogy krónikus betegek, de hát azok is olyan emberek, mint egy 20 éves vagy egy 30 éves ember, akiknek élniük kell. Vagy az is jó, csak hogy hallgassa az ember a rádiót meg a tévét, hogy 96%-os lefedettsége van, hogy hát valamit meg kell próbálni. Ez nekem is jó, viszont meg azokkal szemben is, akikkel éppen beszélgetek, pént most, mint önnel is, hogyha beleszek ott, akkor ugyebár ez már jó, ez jó. Mindenkinek saját magának illik eldönteni. Nem ellenes vagyok, tehát mindenki eldönti, amit akar, de én szerintem hogy rendelkezzen már mindenki a saját sorsával. Én nem azt mondom, hogy nem hiszek benne. Hogyne? Már elég várom. Kezelőorvosom megmondja, hogy melyik lesz jó nekem. Én nem gondolnám azt, hogy ez így egy akkora probléma lenne, hogy én azt vallom, hogy inkább az immunrendszert erősítsem. Azzal a vakcinával, ami elérhető lesz, azt fogom választani, ami nyilván itt van. Én nem tartok különösebben az orosz vakcinától, a nyugatiak is elég meggyőző eredményeket mutatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy bármelyik, amelyik elérhető, az elég biztonságos lesz ahhoz, hogy beoltassam vele magam. A kínaitól félek egy kicsit, azt hiszem, hogy elkerülném, hogyha lehet.